Egy ősi technika, a nemezelés éled újra a dombovári művelődési ház falai között. A második alkalommal indult szakkörön az alapok megtanulásával kezdtek a lelkes résztvevők, akik mindannyian örömmel sajátítják el a régi kézműves technikát. Régen máshol dolgoztam, és ott is nemezeltek, és engem érdekelt ez a téma, hogy ez ugye ős-régi hagyomány, hogy ez mégis hogyan készül. És én azért jelentkeztem, hogy ezt én megtanuljam. A másra nem is saját célra otthon díszíteni, egyebek. Gyapjúból készül, és szappanos vízzel. Először, amit akarunk készíteni, arra rátesszük a gyapjút több rétegbe, mindig ellenkezőleg, és utána vizezünk. Hólyagos pubis fóliára tesszük a mintát, amit mi szeretnénk készíteni, és levizezzük, utána ráhajtjuk a fóliát, elnyomkodjuk, és akkor így utána meggyúrunk. Most lesz kihívás, mert most már előnemezelünk, és az kicsit nehezebb lesz, mint tavaly volt, akkor angyalkákat készítettünk, pénztárcát. Azért bizonyul nehezebbnek, mert erre kell előnemezt is készíteni, azt külön el kell készíteni, és abból vágunk ki mintákat. És azt kell, először azt helyezzük fel a mintát, a szabás mintára, és akkor utána megy rá a szín, amit akarunk, hogy milyen színű legyen, és azt tovább kell gyúrni, meg nehogy elmozduljon, meg oda kell figyelni, hogy hova tettük a mintát, nehogy pont a mintát vágjuk fel, és akkor baj van. Otthon is nézem a videót, otthon tűnemezzel foglalkoztam a nyáron, meg vizessel is, de inkább a tűvel. És úgy hamarabb kész. Meg készítettem 6 angyalkát a nyáron, úgy otthon, csak úgy hobbi szinten. Elajándékoztam karácsonyra őket, szépek lettek. A vizes, szappanos nemez technikával készíthető táska, vagy akár ruhanemű is. A dombovári csoport tagjai tutyi elkészítésén munkálkodnak. Ezzel szemben a tűnemez, a száraz nemez technika különféle lapos és térbeli formák kialakítására alkalmas. A nemezelés technikája újra kezd elterjedni, köszönhető ez ennek a közösségi élet újraindítását megcélzó programnak is. Egy másik technika, ami az emberiség megjelenése óta fejlődik, mára már hihetetlen technikai gazdagsággal rendelkező szakág, a hímzés. A technika generációról generációra képes megújulni. Egy olyan tevékenység, ami teljes mértékben kikapcsolja az agyat, egy igazi nyugtató kikapcsolódás lehet. Mi csatlakoztunk tavaly a szakkör pályázathoz, ahol aztán a Békés megyei hímzés típusokkal ismerkedhettük meg, dr. Illés Károlyné Ani munkájával, illetve hát ő volt a szakkörvezető, és feltettek nekünk különböző videókat, segédanyagokat, amik alapján el kell készítenünk ezeket a szépségeket különböző öltéstípusokkal és különböző mintákkal. Tulajdonképpen tavaly kezdtük, ezt már említettem, de olyan bőséges anyagot töltöttek fel nekünk az internetre, hogy nem is tudtuk befejezni, és tulajdonképpen erre az évre áthúzódott még a befejezés. De hát ugye ezek elég időigényes munkák, tehát nem lehet egyik napról a másikra elkészíteni, otthoni illetve otthoni munkát is igényelnek. Van, amivel eléggé küzdünk is, úgyhogy többször megnézzük, leállítjuk, illetve küldenek hozzá még kinyomtatható segédanyagot is, amik alapján, tehát így áll össze tulajdonképpen ez az egész, és hát nagyon sokat, tehát a közösség ereje is azért jó, mert hogy itt amit egyikünk nem tud, esetleg a másikunk kiegészíteni. Közösségben egy kicsit könnyebb azért, mert kiegészítjük így egymást. Hát ugye először borsó azsúrral be kellett szegnünk a két anyagot, aztán ugye subrikával, tehát itt anyagszálakat ki kellett húzni, de mielőtt ugye ki tudjuk húzni az anyagszálát, előtte ugye négyzetes szálszorítóval le kellett fogadni az anyagot. Most egy sálat készítünk, amin különböző azsúrozási technikákat fogunk megtanulni. Hát a pókazsúrtól, az egzugazsúron keresztül, a borsó
borsókán keresztül, tehát nagyon sokféle mintát, és hogy ez is egy különleges technika, amikor tulajdonképpen az anyagszálak kihúzásával és összekapcsolásával tudunk mintákat is varázsolni az anyagra. Mindkét technika időt igényel, de cserébe igazi feltöltődés művelőjének.